Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, ez a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Kálid Artúr színész a mai vendégünk. Állami gondozásban nőtt fel Berkeszen, család nélkül. Később szerették volna örökbe fogadni, de ehhez az édesanyja nem járult hozzá. Ő vitte egyébként pár hetes korába csecsemő otthonba. Később töltött is bele néhány évet, de aztán visszakerült az állami gondozásba. Tehetsége nagyon korán megmutatkozott, pályája az 1988-as Ki mit tuddal indult, ahol egyébként verseket, vagy verselt, és ezért díjazták, aztán utána következett a Színház és Filmművészeti Főiskola 1989-től 93-ban végzett. Aztán jött az Angyalbőrben a tévésorozat, ami meghozta számára az ismertséget, sőt közismertséget is. Aztán utána persze rengeteg prózai, zenés darabban is színre lépett, nagyon sok filmben szerepelt, a színházak sorát pedig nem fogom felsorolni, ahol játszott, meg játszik, és hát természetesen ott a Sör, Kálui Molnár Péterrel és Tóth Gáspár Andrással, a Shakespeare összes rövidítve, erről is fogunk majd vele beszélgetni, és hát természetesen szinkronizálásról is, Will Smith, Jamie Foxx, Denzel Washington, hogy csak a legnagyobbakat említsem. Azt hiszem, hogy nem értem a sor végére, de beszélünk majd erről, Káli Dartul. Köszönöm szépen, hogy itt vagy és eljöttél hozzánk. Nem szeretem azt a hogy mondjam, állapotot, amikor rögtön az elején valami helyreigazítás történik, de csak annyit szeretnék megjegyezni itt a fölvezetés kapcsán, hogy egyfelől a tulajdonképpen a nagy népszerűséget, vagy az országos ismertséget azt a Ki mit tud hozta meg, tehát mind a mai napig nagyon sokan onnan ismernek. Arra csak rátett egy lapáttal az Angyalbőrben. Azért tehát nem akkor, kis lapáttal hát tett rá. Azért majd részletezhetjük egyébként. És a másik, ami egy kicsi tárgyi tévedés, hogy a anyám nem bevitt csecsemő otthonba néhány éves koromban, hanem ott hagyott a születésemkor a kórházba. Ja, bocsánat, és akkor így kerültem állami gondozásba, igen. Tehát ő gyakorlatilag megszült, ott volt, ameddig magához tért, vagy jó állapotba került, és ő elszökött a kórházból. Ja, és akkor te ott maradtál a kórházban. Ennyi kis kiegészítés. De nem, ez fontos részlet, nyilvánvalóan azért ez számít ebből a szempontból. Egyébként ezt te már feldolgoztad. Igen, azért mert hogyha belegondol az ember, hogy hall egy ilyen fölvezetőt, és azt mondja, hogy édesanyja vitte be a csecsemő otthonba, az olyan, mintha az egy ilyen kicsi, akárhogy is, de egy kicsi pozitív felhangot ad a történetnek. A szikár kőkemény valóság meg az, hogy ott hagyott. Tehát, hogy egy más felhangja van szerintem. Ezzel nem akarnék most utólag így véres bosszút állni rajta, és nem tudom én, nem tudom, mint pellengérre állítani, mert nem ez a célom, ezt akik beszélgettek már velem erről a témáról, meg én magam is sokszor elmondtam, hogy nincs olyan fajta harag a szívemben, ami ezt indokolná, hiszen mindig el szoktam mondani, hogy a legfontosabb dolgot megkaptam tőle, az életet, és akkor innentől kezdve már minden másodlagos. Lehet, hogy ez túl szubjektív, de ennek ellenére nekem most picit az volt a benyomásom, hogy ezért ez még mindig valamennyire feldolgozatlan lehet. Biztosan feldolgozatlan, vagy szóval... és hogy mondjam, főleg azért nem is az, hogy feldolgozatlan, mert szerintem így elég jól helyre tettem magamban a dolgokat, tehát nincsenek álmatlan éjszakáim, és nem vergődöm az ágyamban, hogy úristen, anyám ott hagyott, nem tudom én, de az biztos, hogy mind a mai napig nagyon sok olyan momentum van a múltamban, ami igazából nem lett tisztázva, és egyetlen ember tisztázhatta volna ezt így teljes mértékben az én szülőanyám, akivel én később ugye fölvettem a kapcsolatot, vagy találkoztunk, de sajnos olyan szinten eltolta magától ezt az egész múltat, és mindig így fogalmazott, hogy ezt ő berakta egy fiókba, és ezt a fiókot nem akarja kinyitni. Nyilván ez volt a legegyszerűbb. Ezt indokolta, hogy miért nem vagy erről szerintem? Én gondolom, hát ilyeneket mondott, ami egyfelől ilyen nesze semmi fog meg jól, másrészt meg nyilván van mélyebb tartalma is, hogy egyszerűen nem akar sebeket felszakítani. Örül, hogy túl van rajta, örül, hogy az én életem egyenesbe került, és nem akar ezzel foglalkozni. Nem. És hát tulajdonképpen ilyen típusú tagadásban, vagy ilyen terelésekben, vagy kibújásokban, kisiklásokban telt, ami
második ilyen közös életünk, ami nem tartott túl sokáig, mert aztán utána egész egyszerűen így mondhatni felszívódott. Mármint akkor, amikor másodjára újra visszakerültél. Annak több fázisa volt, volt egy ilyen kezdődő, ilyen tapogatózós szakasz, hogy hol is vagyunk, mik is vagyunk. Én azt nem éreztem úgy, hogy így, hogy úristen, megdobbant a szívem, mert a anyám. Tehát, hogy valahogy, én ezt biztos rosszul gondolom, de az önmagában kevés, hogy valakinek a vére, tehát hogy az igazából ezek a fajta kötődések vagy szeretetek, azok mégiscsak valami személyes nexuson keresztül alakulnak ki, tehát lett légyen bárki, aki nem az én vérszerinti szülőanyám, de hogyha tőle kapom meg azt a törődést, vagy azt a figyelmet, amire minden embernek szüksége van, és mondjuk neki tudom viszonozni, akkor ott alakul ki egy ilyen kötődés. Anyámmal ez nem történt meg, tehát ilyen kötődés nem jött létre. Köztünk egy ilyen óvatos tapogatózás kezdődött el, és nyilván én rögtön az elején, lehet, hogy én magam is kicsit türelmetlenebb voltam a kelleténél, de szerettem volna tisztázni ezeket a homályos voltokat a múltamban, amiről van valami emlékem, meg nem tudom én, de nem is biztos, hogy úgy van, a másikat valaki mesélte, de az sem biztos, hogy úgy van, tehát hogy ez egy ilyen... És akkor ezeket úgy mindig így hárította, terelgette, aztán utána ő lépett akkorát, ami nekem egész egyszerűen elfogadhatatlan volt, tehát azt éreztem, hogy ez itt nem tartunk még. Tehát, hogy én látogattam őt ott, ahol élt, Székesfehérvárot. Akkor már felnőttként hát ez 26 éves koromban volt. És akkor egyszer csak... akkor már megvoltak a gyerekek, tehát akkor már nem is 26, akkor már kicsit több voltam, hogy megvoltak a gyerekek, és nem, még csak a Tomi volt meg. És akkor egyszer csak kopogtatott a budapesti lakásunk ajtaján, és azt éreztem, hát, hogy ő itt van, és akkor szeretné látni az unokáját, és mondtam, hogy hello, tehát legalább annyi, hogy előtte kérdezd meg, hogy jöhetsz-e, vagy itthon vagyunk-e, de vagy hogy, nem hogy tudom. Tehát, hogy gondolt egyet, és betűnt. Nem, hát csupa. Tehát csupa meglepetés. Szerintem ő ilyen szempontból eléggé furcsán élhette az életét, vagy nem tudom. Tehát, és akkor én mondtam, hogy ehhez neked így azt hiszem, hogy így most még nincsen jogod, akkor ő ebből így visszavonult, akkor utána később én mondtam, hogy na talán elérkezett az idő, hogy lásd az unokákat, akkor mondta, hogy ő most már nem akar, mert most én most rossz állapotban vagyok, és tényleg így nagyon le volt robbanva, így fizikálisan, meg ugye kis nyugdíjas, nem tudom én, és akkor így mondta, hogy egyébként is most úgy tervezi, hogy innen elköltözik egy másik helyre, és akkor egyszer csak tényleg elköltözött egy másik helyre, ám de azt már nem mondta meg, hogy hova, és a telefonszámát is lecserélte, tehát ezt egy elég erős ilyen jelzésnek éreztem, és akkor én már nem kerestem újra. Tehát ez volt egyszer csak így, mondjuk egy ilyen két év elteltével az első találkozásunkhoz képest, már felnőttkori találkozásunkhoz képest, és akkor utána... És azóta sem nem, találkoztatok? Nem, azt sem tudom, hogy éle. Hú... Hát ezt még hallgatni is, hallgatni jó, is hát erős, ennyit így erre, ez kis csak hogy akkor még jó is, hogy feljött ez a helyzet. És édesapád vele... Ő már nem él, azt biztosan igen, tudom. Igen, igen, persze, de vele is találkoztál. Vele is egyszer találkoztam. Egyszer találkoztatok összesen? Igen, igen, igen. Hát ez egy ilyen, tulajdonképpen olyan volt, mintha így elment volna az ember valahova így világot látni, és ez történetesen az ország, ahol ő élt. És akkor ott töltöttünk... De ez meg volt beszélve, vagy nyilván előre egyeztettétek? Hogy... Persze, ez egy nagyon komoly szervezés volt. A dolog ugye úgy nézett ki, hogy én akkor éppen kezdeti sikereim csúcsán padlást játszottam. Itt hányban vagyunk nagyjából? Hú, hát ez is valahogy így ezen a tájékon volt, kicsit később. De az évszámokkal borzasztó, borzasztó rossz viszonyban vagyok. De ugye 26-7-8 éves lehet? Hát igen, úgy tudom kiszámolni nagyjából, hogy már mindkét gyerekünk megvolt, tehát Tomi is megszületett, és Rebus is megszületett, és Rebus lehetett talán olyan
mit tudom én, egy éves, a Tomi meg 15 hónappal több, amikor mi kimentünk. Tehát én 26 éves voltam, a jól számolom, amikor a Tomi született. Tehát így tudod összerakni az időbe. Nagyjából összetenni időbe. Az ugye úgy történt, hogy engem megkeresett egy afrikai ember ott a padláson előadás után, és akkor jött, és én az volt az első gondolatom, hogy biztos ő az apám, mert egy ilyen csontfekete ember ott áll lenne a portán. Aztán kiderült, hogy ő az apámnak egy nagyon régi barátja, és annak idén együtt tanultak itt Magyarországon, és olvasott velem egy cikket, ugye az akkori népszerűségnek köszönhetően itt az előbb még adáson kívül mondtad, hogy mostanában úgy kevesebbet találsz róla, milyen mindenféle cikkeket. Na mondjuk akkor tényleg elég sok volt még az elején, és akkor én ott nyilatkoztam, azt már anyámtól tudtam, hogy hívják, és hogy honnan származik, és ezt nyilatkoztam, megmondtam, hogy majd szeretném valahogy egyszer csak megtalálni, és ezt a cikket olvasta ez a bizonyos barát, aki elvitte apámnak Afrikába, és akkor arra ő válaszolt egy portugálul írt levélben, amit oda elhozott a Vixiás portáljára ez a úgynevezett közvetítő. Hát igen, mindig szokták mondani, amikor ezeket elkezdem mesélni, hogy simán lehetne belőle egy ilyen szappanoperát, vagy nem tudom, mint lehetne. Még az is lehet, hogy egyszer eljutok odáig, hogy valahogy ezt ahogy én láttam, vagy nem tudom én, amire én megéltem ezt az egészet, hogy vagy egy könyv, vagy valami esetleg. Hát meglátjuk, nem tudom, ez így konkrétan nincsen tervben, de hát tudod, annyi minden történik bármi egy lehet, emberrel. Persze, hogy ne. Egyébként maga a származásod az a későbbiekben, már mint a pályádon, a karakterek alakításában számított, volt jelentősége, vagy ez teljesen kívül? Mindenképpen. Volt? Ha akarom, ha nem. Tehát ez én szerintem kevés szó esett róla, tehát volt beszédtéma még, de van ennek előnye, hátránya, vagy nincs jelentősége, vagy érezted? Annyira összetett ez az egész pálya, hogy egyik oldalon éreztem előnyét bizonyos helyzetekben, lásd szinkron, ahol nagyon hamar kicsit sztereotíp módon összekötöttek az ilyen fekete csávókkal fiatalabb koromban. Bocsánat, kicsit fúj rám ez a valami, biztos nem lehet mérsékelni egy kicsit a légkondit. Na mindegy. Szóval, nagyon hamar azt találták a szinkron rendezők, hogy én mennyire passzolok ezekhez a színes bőrű karakterekhez, főleg a kezdeti időkben ezekhez a nagy dumás. Tehát aki elkezdi a film elején is, befejezi a film végén, tehát pörög a szája, nyomja, ezen a falzettes, nem tudom, mint tehát ebben én elég hamar ilyen mondjuk úgy sztár lettem, vagy nem tudom én. Hát az, ezt szerintem kimondhatjuk. Igen, és ugyanakkor sok esetben meg később, ahogy érik az ember, akkor azt mondja, hogy jó, ez már megvolt, de mi lenne, ha egyszer kipróbálnának egy esetleg nem színes bőrű szerepre, hiszen tulajdonképpen végül is ott a hangom az, ami lényeg, vagy fontos, és az miért ne lehetne ott egy nem színes bőrű színész hangjaként. Természetesen volt ilyen is sok, tehát nem azt mondom, hogy nem volt, de ami a kezdeti időkben mondjuk úgy előnyömre vált, azt később néha egy kicsit hátránynak éreztem, mert ez annyira rám ragadt ez a skatulya, vagy bekerültem ebbe a skatuljába, hogy nagyon ritkán volt ebből kimozdulás. Ám de például, hogyha így szinkron szakmailag nagyon fontos szerepeket kellene említenem, akkor abban bizony majdhogy nem többségben vannak a saját szakmánk által is úgymond ilyen nagyon magasra beárazott vagy díjazott munkáim, azok között igenis szép számmal szerepelnek fehérbőrű vagy nem színesbőrű emberek. Ha színházilag nézzük, ott
Én azt gondolom, hogy elég hamar voltak bátor kitüremkedések, és az egy az egyben gondolkodástól kicsit elhajló, vagy másképp gondolkodó rendezők, tehát ott azt gondolom, hogy nagyobb volt a bátorság, és több irányban kipróbáltak. Tehát ott több minden belefér, szélesebb volt. Én azt hiszem, hogy igen. Az első időkben ott is éreztem valamiféle skatuját, tehát mondjuk példának okáért tehát mondjuk az, hogy az Ádámot eljátszhattam, az akkor egy ilyen revelatív dolog volt, és nagyon érdekes, mert a visszajelzéseknek a zöme arról szólt, hogy senkinek eszébe nem jutott ezzel foglalkozni, csak ugye mi, mint alkotó emberek, mint művész emberek, mint színházi emberek, így végigrágjuk a dolgokat, és azt mondjuk, hogy hát sztereotípan, és így hagyományilag, hát Ádám az mégse lehet egy színes bőrű, vagy nem tudom, tehát hogy De minek utána annak idején Berényi Gábor ezen nagyon elegánsan túllépett, aztán ezt Jordán Tamás vette át ezt a rendezést, és ő fejezte be, hogy ez ott tulajdonképpen egyáltalán nem volt probléma, és ehhez képest tényleg életem egyik legfontosabb szerepe, és nagyon-nagyon nagy szakmai siker is volt. Volt rá példa, hogy mit Zsótér Sándor azt mondta, hogy rengeteg tragédiát látott életében, de én voltam a legjobb Ádám, tehát hogy ezt tudod, ez a legnagyobb tragédia idézőjelben, már hogy ember tragédiája. Persze. Szóval, hogy ezek úgy jól esnek az embernek, és akkor azt mondja, hogy lám-lám túlléptek a kereteken, akik a szerepeket osztják, és akkor kiderül, hogy nem foglalkoznak ezzel. Tehát ebben hát inkább pozitív a mérleg, ha jól értem. Én azt gondolom, hogy abszolút pozitív a mérleg, már így 50x éves koromra, egyébként 53, tehát ez nem egy nagy titok. Filmileg érzek nagyon nagy hiányokat, ezt mind a mai napig így van. Persze lehetne azt mondani, hogy azért, már mint mert... szerep hiányt van. Egyértelműen, igen. Igen, egyértelműen. Persze lehet azt mondani, hogy nem vagyok igazán kamerabarát, vagy nem szeret a kamera, de érdekes módon, hogyha valahogy ilyen komolyabb munkák közelébe kerülök, filmes munkák közelébe, ami nagyon ritka, akkor tudod, szokták mondani, hogy színházban is, és filmnél is a stáb véleménye az egyik, ha nem a legfontosabb. Tehát, hogy mit mond a rendező, meg mit mond a nem tudom én az, de hogyha odön a stábtag, és azt mondja, hogy basszus, te miért nem forgatsz reggeltől estig, az néha sokkal többet jelent, mint az, hogy most egy adott snit után a rendező megdicsér. De mi lehet ennek az oka, hogy nem tudom, azért... Nem tudom, hát én az... Azért voltak filmszerepek bőven. Volt, de azért nem, azért bőven nem, azt azért. Ne, jó, minden relatív, mert igen, van, aki lesejön a képernyőről, vagy a filmvászonról, szokták mondani, hogy mindig ugyanaz a 10-15 ember forgat, ez többé-kevésbé igaz. Én ebbe a 10-15 emberben, ennek még a közelébe se kerültem. És hát, hogyha azt mondjuk, hogy amikor úgy olyan nagyobb, fontosabb, kiemeltebb szerep, olyan meg tényleg nagyon kevés volt. Volt egy sorozat, éppen most dobta föl valahogy a Fész, most valaki felidézte, hogy ez is, hogy volt egy ilyen is. És ott is az volt, annak én voltam az egyik főszereplő, ez egy 8 részes sorozat volt az egyik kereskedelmi csatornán, gondolom, ezt most ilyeneket nem nagyon illik mondani. Nyugodtan. Mindegy, akkor az RTL 2-n vasszem, tehát valahol ott ilyen éjfél környékén lement a 8 rész, de ott volt az például, hogy akár az operatőrtől elkezdve mindenki mondta, hogy basszus, miért forgassál, hát egyszerűen, hogy jól áll neked a kamera, nem vagy sok, nem ízni, tehát, hogy egész egyszerűen, de valamitől azok a történetek nem születnek meg, vagy nem tudom. Hát simán eljöhet még ez az idő, nem? De jó, de hát igen, csak hát már addigra meg öregszem is, tehát, hogy még igazából most vagyok abban a férfi korban, amikor még, én nem vágyom, nem tudom, hogy milyen művészfilmekre, bár nyilván az is jó lenne, de akár egy izgalmas krimi, egy
Tehát valami, és mindig azt jósolták, hogy én rengeteget fogok forgatni. Ez nagyon ezt képest tényleg szerintem meg egy kezemben vagy két kezemben meg tudom számolni. Uh-huh. Színházilag, hála Istennek, eléggé kárpótolt talán a pálya. Hát színházilag éppen, hogy most készültem a beszélgetésre, azért mondtam, hogy nem is kezdem el felsorolni a színházakat, ahol játszottam, mert nagyon sok, és hát a szerepeid is nagyon-nagyon sokféle igen, van. Igen, van olyan, ami kedvenc, vagy ami nagyon-nagyon a szívedhez közel. Jó, hát nyilván általában mindig az ember azokat szereti legjobban, amik éppen most vannak. Csak ugye én szabadúszó vagyok, ami nagyon régóta. Hát elég régóta, igen. Ami egyfelől egy... Most volt ugye nem olyan régen a születésnapom, és az anyósomtól születésnapomra kaptam, képzeld el, nem is értem, hogy csinálta, hogy ilyen... Hát gyakorlatilag a pályám elejéig visszamenőleg cikkek, újságkivágások, szórólapok, vagy igen, szórólapok, ugye úgy hívják ezeket a kicsiket. Igen. És ezeket egy ilyen fotóalbumba így be, és hát én magam elájultam, hogy ez kis szelete, de hogy miket sikerült eljátszani, a Péleász és Melizánd, az Empedoklész, ezeknek a, és ebben rengeteg címszerep, nem tudom, tehát de ez nem feltétlenül, nem ez a szempont, hogy címszerep, de hogy igazából tényleg így, amióta elkezdtem a pályát, azóta évente 2 vagy 3 bemutatón van, és ez amióta a pályán vagyok, így volt. Annak ellenére, hogy a szabadúszó kenyere igazából nem annyira könnyű, és amit nagyon fontosnak tartok így a saját értékítéletem kapcsán, az hogy tudod, valahol bekerülsz egy helyzetbe, valóban meghívnak vendégként, ott eljátszol egy szerepet így vagy úgy, és akkor utána szia. Tehát, hogy ez van, és nekem egy nagyon-nagyon fontos egy ilyen magamnak egy ilyen fontos visszajelzés az, hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy nem azt mondják, hogy szia, hanem hogy később visszaívnak másik szerepre. Máskor is. És ez egy nagyon jó érzés, mert akkor abból úgy tudod, hogy úgy szakmailag úgy többé-kevésbé helyen vagy, hiszen nem cseszted el azt a szerepet, amit rád bíztak, és kíváncsiak rá, hogy egy másik szerepet hogyan oldasz. Egyébként éppen még annyit elárulhatunk itt a nézőknek, hogy beszélgettünk arról, hogy színész, szinkron színész történet, igen, hogy ez két külön szakma-e, vagy nem külön szakma, hát, mert figyelj, hogy egyébként... annyit elárulhatunk, csak annyi, hogy a nézők tudják, hogy a bemutatást kérdeztem, hogy hogyan mutassalak be, hogy színész, szinkron színész, és mondtad, hogy csak színész, és jó is, hogy ez előjött, mert éppen ha már arról, hogy mi jön föl, amikor az ember készül belőle, tehát a Will Smith-szel közös fotó, az ugye mindig elő szokott kerülni, az ilyen nagy klasszikus, amikor találkoztatok. Csak azért, hogy így visszatérve a sztereotípiákra. Képzeld el, csak most erre, ezt nem tudom, hogy igazából mit akartál kérdezni. Mindegy, kikeveredünk belőle. Nem az, hanem, hogy közbevágtam, mielőtt odáig eljutottunk volna, csak hogy most a Will Smith-szel közös fotó kapcsán, meg ugye mondtad Jamie Foxx-ot, meg Denzel Washington-t, és most van egy-két ilyen megszállott szinkronrajongó, akik ilyen mindenféle montázsokat, vagy ilyen kollázsokat készítenek, biztos te is láttál már ilyet, hogy nem tudom én, ő és kedvenc szerepei, ő és akiket a leggyakrabban szinkronizó, és akkor most elküldte az egyik ilyen, van a Jobbágy is, meg van az Aradi Tibor, ők ketten ilyen mindenhol ott vannak, mindenről fotót készítenek, tényleg nagyon sokat tesznek a szinkron népszerűsítéséért, és átküldött egy fotót, hogy Kári D'Artur, és akit a legtöbbször szinkronizált, és képzeld el, hogy mondta, hogy ő írta maga, hogy meglepődtem, hogy nem a Will Smith, hogy a Jamie Foxx-ot szinkronizáltam a legtöbbször. Én magam sem gondoltam volna, hogy ez így van, de így van. Uh-huh. És egyébként csak akkor egy röviden, hogy ez a színész, szinkron színész történet, ez ketté válik? Éppen meséltem, hogy a más interjúknál van, aki direkt kikéri magának, és kinek szereti, hogyha úgy mutatom be, mondjuk, hogy színész és szinkron színész, van, hát aki meg nem. Én azt gondolom, hogy lassan lehet, hogy kezd ketté válni a dolog, de ugye én még úgymond a régi iskola vagyok, tehát én még onnantól indultam, hogy a tömeg az egy tekercs, nem tudom én, még színészvetítés volt, még füles nélkül szinkronizáltam. Klasszikus, nem, tehát a klasszik, és
Akkor ez még egyértelműen úgy volt, hogy színészek voltak, akik egyikük, másikuk jobban ráérzett erre a műfajra, tehát meg tudta tanulni ennek a technikai részeit, tehát az, hogy nézem a papírt, hogy nézek föl, ritmusérzék, tehát ilyenek, mert ez a része az, ami tanulható, és akkor a mellette meg a saját tehetségedet és a saját idegrendszeredet, meg a hangberendezést használod, és aláveted ennek a szerintem nagyon fontos és nemes műfajnak, amit úgy hívnak, hogy szinkronizálás. És aztán, ahogy így haladunk előre az időben, és jövünk a mához, ott egy olyan gyors, annyira fölgyorsult, és olyan sok szinkronizálandó tartalom van, hogy egész egyszerűen ezt a színházi szakma, vagy a színészi szakma ezt nem tudja ellátni. Uh-huh. És akkor elindult ezzel párhuzamosan egy olyan út, hogy valóban vannak olyan emberek, akik mondjuk nem végeztek el egy főiskolát vagy egyetemet, és most nem csak a papírról van szó, hanem azért nyilván a színészi képzésnek is vannak bizonyos ilyen sarokpontjai, aminélkül lehet színésznek lenni, hiszen tudjuk, hogy nagyon sokan vannak a pályán, akik mondjuk nem végeztek iskolát, de azért nem árt, hogyha ennek a tanulható részét tanulja az ember. Azért ez is egy szakma valahol, igen, és igen, akkor most, igen. És ugyanez érvényes a szinkron vonalra is, hogy vannak, akik viszont nem álltak soha életünkben színpadon, de magát a szinkronizálás folyamatát ezt megtanulták a hangképzéssel, beszédtechnikával, minden egyébbel együtt, és akkor tulajdonképpen létrejött egy másik csoport, vagy egy másik állatfaj a szinkron színész. Én nem szeretem, ha engem így apostrofálnak, mert én ezt így nem tudom szétválasztani, mert akkor lehetnék filmszínész is, meg lehetnék hangalámondó színész is, mert az se szinkron, tehát hogy egy színész vagyok, aki különböző helyzetekbe keveredik, és különböző lehetőségeket kap. Hogy kérdezzek egy másik szerepedről, mert igen, nem tudom, hogy ez mennyire szerep, vagy nem szerep, egy picit a közéletről, a közéletben uh-huh. vállalt szerepedről. Régebben nagyon jó sok alkalom volt, amikor kim voltál, igen, tüntetéseken, rendezvényeken, szolidaritás tüntetésen, még éppen néztem, 2012, ha jól néztem a dátumot. Igen, az ugye ott a Schmidt Park környéke. A Martin Luther King beszédének egy ilyen parafrazeált változatát írta. Úgyhogy akkor hogy szerepet vállaltál, igen, elég gyakran. Igen, nem titkolom, látni, nem tagadom, büszke vagyok rá. És aztán utána volt egy nagy ugrás, azt láttam, de majd kijavítasz, ha rosszul mondom, 2018 cíg, uh-huh. Akkor ott ugye volt egy nagyobb tüntetés, elég nagy tüntetés, igen, áprilisban. Igen, volt egy videóüzenet. Választás után, és ott volt egy videóüzeneted, amit hagyj idézek, hogy akkor, igen, mit mondtál. Azt mondta, tehát 2018-ban uh-huh. vagyunk, nagyon nehezen akartam elhinni, hogy ez az eredmény született. Ki akartam vonulni a világból, soha nem nyilvánítani többé véleményt, de erre képtelen vagyok, hiszek abban, hogy olyan irányba változik az ország, hogy elhisszük, hogy Európában vagyunk, úgyhogy no para. Így hangzott a beszéd. Nem is rossz ez. Na hát, most 2023-ban, igen, járunk, adja magát a kérdés. Egyrészt, hogy kivonultál-e, vagy nem vonultál-e ki a hát világból, szerintem és mondasz-e véleményt, vagy nem? A kérdésre tulajdonképpen az életemben ott a válasz. Tehát, hogyha keresnél mostanából ilyen típusú megnyilatkozást, akkor nem biztos, hogy találsz. Azt szoktam mondani, és tudom, hogy ez akár ciki is lehet, vagy gázos is lehet, vagy esetleg nem tudom, én olyan nagyon pessimista és lehangoló, és sorolhatnám még a jelzőket, belefáradtam a várakozásba és a lelkesedésbe, és ezt a kicsit értelmetlenség érzetet, ezt így szerettem volna magamtól eltolni. Tehát és jó, úgy érzed, hogy ez értelmetlen? Ezek a nem értelme, kilátástalanság felé halad a dolog, és azt látom, hogy valami olyan hogy most már olyan erősen átitatódott az egész ország a propagandával és a nem tudom én mivel, hogy manapság már egy pozitív nullát, azt úgy lehet kimondani, hogy nem szakad le az ég. És én magamban, otthon, a családom körében,
kollégák körében én ugyanúgy pufogok, és ugyanúgy mondom a véleményemet, de egy kicsit ilyen Don Quixote harcnak éreztem, és nagyon tisztelem azokat, akik tehát elengedted ezt a történetet ilyen értelemben? Ilyen értelemben igen. Tehát azzal a fajta aktivitással, amivel régebben én ebben részt vettem, olyan értelemben elengedtem. És nagyon határozottan szeretném mondani, hogy soha semmilyen körülmények között nem volt megfontolás tárgya a saját biztonságom, vagy a egzisztenciális létem, vagy ilyesmi. Tehát ez nem valamiféle ilyen... Tehát nem azért döntöttél így, mert ne kaptál volna ezek szerint szerepeket, vagy ja, nem, rendes, nem, vagy ilyesmi, tehát nem ilyen értelemben mondom. Nem, azt tudom, hogy készülnek listák, azt is tudom, hogy bizonyos filmekbe, vagy castingokra azért nem jutottam el, mert mondjuk aláírtam egy petíciót, amit most is úgy gondolok, hogy ez helyes volt, hogy aláírtam annak idén, amikor jaj, most úgy fog tűnni, mintha most eljátszanám, hogy nem jut eszem a kálomista. Pedig egy pillanatra tényleg nem jut eszembe, hogy volt az a film, amikor ott valami híradó részletben ő is szerepelt, és akkor azt ő onnan kiszedette, és akkor ott volt egy, nem tudom, erre emlékszel, igen, volt egy ilyen petíció, igen. És akkor azt többen aláírtuk, hogy ez a fajta cenzúra, ez nem létjogosult, és ez elvileg egy szabad művészi alkotás, tehát az, hogy valaki ebbe kívülről így beleszóljon, az nem illő. Most éppen ezért én akkor aláírtam, hogy én meg a filmes produkciókban, vagy nem tudom, minkben nem veszek részt. És akkor volt rá példa, hogy hívtak valami castingra, és ott nem állt össze a történet, hogy ez ilyen megafilmes, nem tudom, és akkor még mielőtt a castingra eljutottam volna ott, akkor fölhívtak, hogy jaj, bocs, te nem jöhetsz. Tehát ilyen van, de az végül is az én döntésem volt, vagy az én vállalásom volt, hogy azt mondtam, hogy én egy papíron ott van, az, vagy egy ilyen petíción ott van az én nevem, az bizonyos szempontból fontos. Azért kérdeztem ezt, mert 2020-ból találtam tőled egy megszólalást, az SZFE ügyben kérdeztek, hogy mit gondol. Nem voltam túl optimista, ha jól és akkor mi finoman fogalmaztál, azt mondtad, hogy ha kérdezték tőled, hogy vajon sikerrel járnak-e a tüntető diákok, és azt mondtad, hogy ha a vágyaimat fejezném ki, akkor sikerül nekik. Ha kicsit realista vagyok, akkor azt mondom, hogy nem biztos, ha pedig pessimista vagyok, aki ismeri a hatalom technikáit, akkor egyáltalán nincs rá esély, mert meg fogják várni a megfelelő pillanatot, hogy megosszák őket. Covidot nem említettem, mert ahogy nagyobb ellenállás esetében tenni szokták azt. Úgyhogy ha most visszanézünk, ugye 2023. Szerintem még abban a beszélgetésben az is elhangzott, hogy valami, tehát a hatalomtechnika kapcsán, hogy valahogy meg fogják találni a megfelelő módot, hogy ez legyen, és ez valóban így is történt, a legocsmányabb és a legpocsolyább módon a Covid-ra való tekintettel sikerült tulajdonképpen megszüntetni ezt a blokádot. Tehát egy olyan eszközt használtak föl, ami nekik akkor éppen kapóra jött, és én azt látom, tehát félreértés ne esik, ha engem te így megkérdezel, vagy bárki bármikor megkérdez, én ugyanígy el fogom mondani a véleményemet. Tehát a különbség csak abban van, hogy már nem akciózom, tehát már nem állok ki, és nem tüntetésekre is ritkábban járok, bocsánat. Előfordul, de azzal. De ez is a kilátástalanság miatt? Vagy valahogy, vagy miért? Hát igen, végül is igen. Igen. Mert azt látom, hogy olyan szinten, és egyre jobban, és megint, tehát hogy nem már mindent leszalámiznak, már minden meg van osztva. Nézd meg az egész tanárokkal kapcsolatos folyamat, hogy épült le, és hogy tartunk most ott, hogy elolvasok egy ilyen kis sírófejet, oda is raktam. Most én nem akarom őt ide citálni konkrétan, de személyes ismerősöm volt az egyik ilyen nagyon aktív, van szervező és politizáló tanár, aki minden tüntetésen ott volt, mindenhol mondta hangosan, halkan, nem fogta vissza. Néha én otthon mondtuk, hogy basszus, kicsit lehetne visszafogottabb, mert olyan túlharcos, túl szabadszájú, túl, és akkor így azt látom, hogy most ott tartunk, hogy magyarázza, hogy végül is miért nem mondott föl, és hogy neki ez a hit, mert ő nem tud, nem ért máshoz, csak a tanítás. És akkor ott tartunk, hogy
Én meg azt mondom magamban, és azért raktam oda ezt a kis síró, direkt nem mondom a nevet, mert nem akarom, hogy ez ilyen személyes történetté váljon, de hogy nekem azért volt szomorú, hogy onnantól eljutottunk odáig, hogy tulajdonképpen a hatalom érdekében, vagy a hatalom technikái ellen ő is többé-kevésbé tehetetlen, és belesimul ebbe a rendszerbe, ami ellene még 3-4 évvel ezelőtt úgy lázadozott, ahogy mondjuk én is lázadoztam. És azt látom, hogy ez a folyamat tart, és mivel ez a folyamat tart, ezért még kevesebb az ellenállás. Tehát olyan simán futunk bele újabb és újabb kétharmadokba, hogy öröm lesz nézni. És ebbe fáradtam bele. És azt érzem, hogy nem tudom, hogy majd egyszer valami, tényleg valami kis banánhéj, tényleg ez lesz, hogy valami kis banánhéj, valami kirobban, és akkor aztán. És addigra már annyi minden rossz történt, és annyi szinten korlátozták a szabad, hát a független színházak. Ezt akartam is éppen kérdezni, csak még tényleg itt a végére, hogy ugye most aktuális volt, és az Átriummal kapcsolatban is előkerült, hogy például most hát ilyen nagy legendás színészek. Ugye volt egy közös nyilatkozatuk, hogy nem hajlandók átvenni. Igen. Ugye a 2020-ban, hát a modellváltáson átesett, hogy fogalmaztak színezés Művészeti Egyetem által kínált aranydiplomát, hát Lázár Kati, Kútvölgyi Erzsébet, Egri Márta, hogy csak néhányat említsek közöttük, és úgy nyilatkozott például Kútvölgyi Erzsébet, azt mondta, hogy a szakmai döntéseket elfogadják, de azt nem, hogy a küszöb alatt bekúszik a politika, mert hogy amikor ő főiskolás volt, akkor az intézmény politikamentesen működött, kizárólag szakmaiság határozta meg. Hasonlóan nyilatkozott egyébként Lázár Kati is. Szóval az ilyen típusú cselekedeteknek van valamilyen jelentősége, súlya? Például egy ilyennek, hogy azt mondják, hogy köszönjük, de nem kérjük ezt az biztos, hogy van. Most biztos, az ellenállás formáiról, módjairól biztos, kérdezik. Hogy van. Hát, hogy egy ilyen helyzetben engem megkérdeznek, akkor nyilván én is hasonlóképpen cselekednék. Tehát hasonlóan döntöttél volna? Persze, hogyha? Tehát én az elveimet én megpróbálom tartani. Tehát az, hogy bizonyos kompromisszumokban nem megy bele az ember, az gondolom, hogy az fontos. De egyébként szoktuk beszélni így szakmán belül, hogyha én tényleg minden pillanatban őrizném azt, hogy ezzel a rendszerrel nem közösködöm, ezzel a rendszerrel semmilyen szinten nem értek egyet, akkor gyakorlatilag munkanélkül maradnánk szépen lassan, mert azt látod, hogy bárhová mész, már mindenhol ők vannak. Már bocsánat, nem nagyon szeretek ilyenfajta különbségtételt tenni, csak hogy értsük, hogy miről beszélünk. És egész egyszerűen nem tudsz más tenni, mint elfogadni, hogy ez a helyzet. Mert harcolhatsz, küzdhetsz, és én kiállhatok egyedül, hogy én ebbe a színházba, meg abba a színházba nem megyek. Hát senkit nem érdekel. Én fogok maximum ilyen halni a gyerekeimmel karöltve. És az Átrium helyzetével kapcsolatban is, ez most tényleg az utolsó kérdés, csak Mácsai Pál adott most egy interjút, nem tudom, hogy látta, de a Forbes-nak beszélt ő is arról, hogy független színházakról, meg egyáltalán, hogy hogyan alakul a helyzet, és azt mondta, hogy az Átrium Színházi Társulat azért szűnt meg, mert a Nemzeti Együttműködés rendszerének kultúrpolitikája protekcionista, világnézeti és politikai hűség alapú támogatási rendszert. Ez teljesen tisztán így van. Ez így van. De ez nem csak az Átrium. Az Átrium kapcsán beszélt erről. Tudod, az a furcsa, és az a, hogy én ugye főként ilyen kisebb társulatokkal dolgozom mostanság, és dolgozom ugye a Fame Arts and Café nevű kis helyen, ahol csodás szerepeket játszom, és többnyire jó előadások születnek, és ők például még a békafeneke alatt nullával, még annál is kevesebb támogatást kaptak, sokkal kisebb, egy 60 férőhelyes kis színház, fuldokolnak. Tehát egyébként ez is olyan, hogy ez se tölt el nagy boldogsággal, hogy még a úgymond függetleneken belül is vannak ilyen különböző erővonalak, és mondjuk az Átriumnak nyilván sokkal-sokkal nagyobb a lobby ereje, és sokkal nagyobb a
hogy mondjam, az a fajta képessége, hogy a problémáiról beszéljen, tehát sokkal több emberhez eljut. Egy ilyen kisebb színháznak meg még nagyobb a létbizonytalanság, és ők is ugyanabban a szférában próbálnak életben maradni, ami a lényeg, hogy igazából ezt az egész szférát úgy, ahogy van, legszívesebben szeretné eltörölni a mostani vezetés, vagy a mostani hatalom, és ugye... De miért? Én szerintem nem csak arról szól, mert így azt szoktuk mondani, hogy a hatalom nem szereti, hogy a gondolkodó emberek vannak, és hogy már... Ezek olyan pici és kevés emberhez eljutó probléma felvetések, ami mondjuk egy ilyen kis színház megfogalmaz, hogy ez a hatalomnak egyáltalán nem gondolom, hogy bármilyen szinten is ártana, vagy árthatna. Hát akkor? Szerintem egész egyszerűen én ennél sokkal cinikusabb vagyok. Én szerintem ez szimplán üzleti érdek, hogy minden, ami pénz erre a területre jut, azt a nagy lobbisták, és itt lehet ugye gondolni mondjuk egy színház olimpiára, vagy nem tudom én, egész egyszerűen átcsoportosítják, és azt mondják, hogy ezekkel nem foglalkozunk. Tehát szerintem ennél sokkal egyszerűbb, én nem gondolom, hogy ilyen fajta ördögi átgondoltság lenne ebben, hogy most nem tudom én, az átriumot megfojtjuk, mert nem tudom én. Persze nyilván tudunk a klubrádió esetéről, meg nem tudom én, tehát lehet tudni, hogy vannak nagyon konkrétan, amik ez irányba hatnak. Én szerintem ez inkább ilyen üzleti megfontolás alapján van. Tehát, hogy egész egyszerűen ezzel nem kell foglalkozni. Nem kell ezekkel, nem kell foglalkozni. Éljen meg, ahogy tud, és akkor egy tiszta modellt kialakítunk, és azt mondjuk, hogy van X támogatott, aki a mi keblünkön érdegél, és a többiek meg éljenek meg, ahogy akarnak. Hú, hát ez a végszó, köszönöm szépen, elég szomorúan keredett ez a beszélgetés, mármint ami ezt a részét illeti, szerintem még folytatjuk majd, hogyha lesz kedved hozzá, alakul még. Most nagyon elszaladt az idő, de nagyon érdekes volt, köszönöm szépen Kálid Artúrnak, hogy itt volt, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, viszontlátásra, viszonthallásra.